Vargáné Molnár Zsuzsanna Kapuvár kulturális életének szervezése mellett narrátorként is részt vesz a városi ünnepségeken. Ezen kívül a Quilling szakkör munkáját is segíti. Az elmúlt év szeptemberétől pedig rajzot és vizuális kommunikációt oktat a Kapuvári térségi általános iskolában. Tanítani nem olyan régóta tanítok, tehát itt az iskolában szeptember-október hónapban vettem részt a rajzórákon, illetve most januártól folyamatosan évvégéig én fogom tanítani a rajzot és a vizuális kommunikációt a gyerekeknek, nem csak itt a Széchenyi iskolában, hanem a Pácaiban is. Egyébként azonban több mint 20 éve foglalkozom már különböző rendhagyó órákon a gyerekekkel, és a próbálom őket a rajzra, a kreativitásra tanítani egy kicsit. Most jelenleg 6. osztályban vagyunk. Mit tanulnak a 6-asok rajzban? Minden egyes órán próbálunk egy kicsit a művészet történettel is foglalkozni, hogy a gyerekeknek olyan ismerete is legyen, és ezekhez kapcsolódóan rajzos feladatokhoz, valamint a jeles napokhoz és a közelgő ünnepekhez is kapcsolódunk. Most viszont itt ezen az órán egy különleges dolgot fogunk készíteni. Egy kártyajátékot készítenek majd a gyerekek, amelyhez... Tehát próbálok mindig olyan dolgokat is behozni az órára, amely egy kicsit különleges, nem csak az anyagok, hanem mondjuk az eszközök tekintetében is. Itt a rajzos feladat az lesz a gyerekek számára, hogy meg kell tervezniük a kártya játékot magát, meg kell rajzolniuk a dobozt és magát a kártyákat is. Ezekkel kapcsolódunk a tananyagban a szimbólumokhoz, ugye minden korban megvoltak a maga szimbólumok, és ezeket próbáljuk egy kicsit itt a gyerekekkel a mai modern játékokon megeleveníteni. A gyerekek már sok mindent használnak, mindenféle számítástechnikai eszközt, okostelefont, de a rajzot, tehát a ceruzát, a festéket, a színes ceruzát azért még ügyesen használják? Minden osztályban vannak olyan gyerekek, akik nagyon ügyesen rajzolnak, tehát pályázatokra is küldenek be rajzokat, és vannak olyanok is, akik úgy gondolják, hogy ők nem tudnak rajzolni. Én próbálom őket arra motiválni, hogy mindenből ki lehet hozni a legjobbat. Nem baj, hogyha valaki nem tud nagyon jól rajzolni, egy alkotása, amelyen dolgozik egész órán, az óra végén akkor is nagyon jól nézhet ki, és magához mérten kell mindenkit értékelni, én ezt úgy gondolom. Önnek most ez egy kis kitérő, egy plusz elfoglaltság, hogy oktatja a rajzot, illetve a vizualitást, vagy továbbiakban is szeretne tanítani? Most jelen pillanatban heti 10 órában tanítom a rajzot. Ez egyelőre az idei tanév végéig fog zajlani. Az, hogy a következő év hogyan telik, az egyelőre még bizonytalan. Én szívesen vállalom továbbra is ezt az óraadói feladatot mind a két iskolában. Jól érzi magát a katedrán? Igen, én nagyon jól érzem magam a gyerekek között. Remélem, ezt a gyerekek is úgy érzik, és elfogadtak, és továbbra is szívesen fogadnak az órákon. És azokból a rajzokból, mondjuk, amik itt készülnek, alkotásokból, a későbbiekben, mondjuk a műfázba, lehetne valamilyen kiállítást szervezni, valamilyen kreatív foglalkozás termékét megmutatni a városnak? Hogyne, ez mindenképpen szóba jöhet, de ugye szoktunk mi is pályázatokat kiírni a gyerekek körében, akár a művelődési központ, a múzeum vagy a városi könyvtár is. A jövőben ezt még jobban tudom egy kicsit propagálni és motiválni a gyerekeket itt az iskolákban arra, hogy készítsenek pályamunkákat, és akkor mindenképpen többen lesznek azok, akiknek a munkáit láthatjuk az intézményeinkben. És nem talán, ha valahol egy kis tehetség éppen látszik, hogy nagyon jól tudja mondjuk használni a különböző technikákat, jól tud rajzolni, akár quillingezni is el, mert számtalan szakkör van a művelődési központban, tehát a kreativitást ki lehet élni itt a városban. Hogyne, én úgy gondolom, hogy nincs a környékünkön még egy olyan település, illetve még egy olyan intézmény, ahol ennyi lehetősége lenne mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek, hiszen hetente, napi szinten vannak olyan alkotó tevékenységek a művelődési központban, ahol korosztály nélkül bárki jöhet és kipróbálhat egy-egy kreatív technikát. Gondoltunk azokra is, akik hétköznap nagyon nem érnek rá, úgyhogy havonta egyszer például szombatonként is vannak olyan alkotó foglalkozások, ahol a gyerekek és felnőttek egyaránt közösen alkothatnak, és így fejlődhet egy kicsit a kreativitásuk, a kézügyességük, foglalkozhatunk egy kicsit a tehetségesebb gyerekekkel és felnőttekkel is, illetve hát hasznosan töltik a szabadidejüket, és jól érzik magukat együtt egy közösségben. Köszönöm. Én is köszönöm.